Hódmezővásárhelyen rendezték meg a futamokat. Bence a 2003-as, 2004-es születésűek között versenyzett, így az idősebbek között állhatott a dobogó harmadik, illetve második fokára. Lakatos Bence több mint történelmet írt, ezt nehéz erről beszélnem, tehát egy olyan sportágban, ahol darnyi, cene, rózsa, világbajnokok, olimpiai bajnokok szerepelnek, 12 évesen ezt az időt nem tudták megúszni, amit a Lakatos Bence 25 méteres medencében 50 gyorson, 50 pillangon immár negyedszer, vagy másodszor dönti meg saját országos csúcsát. 50 méter fiú gyorsúszásban 25-92 lett az új korosztályos csúcs, 50 méter pillangon pedig 28-30. Ide csak a legjobbak juthatnak el, Kalocsát is három versenyző képviselte. Tóth Ernák, a Lakatos Bence és a Doruzsák Dorina, aki kiérdemelte és megúszta a szintidőt, és úgy gondoltam, hogy ők tudják teljesíteni ezt a feladatot, ami kiválóan sikerült, mindenki javított, nem csak a Bence. A Bence az egy különleges, arról egy másként kell beszélnünk, de a többiek ugyanannyi munka mellett erre képesek. Az ő eredményük is kell. Kicsit változtattak idén az edzés módszereken. Ennek is köszönhető, hogy szinte versenyről versenyre megdöntik az úszók korábbi idejüket. Voltak ilyen kikötéses módszerek, tehát hogy azért, hogy statikusan egy helybe 20 percet, gyorsba 20 percet, pillangóba 20 percet mellé, az azért ez meghozta az eredményét, ez látszik most a Bencénél, mert ez meg a többieknél is, de hát ez egy hosszú távú folyamat, hogyha ezt elkezdjük január-februárban, az körülbelül év végére jön ki, az az állóképesség, amit akkor kezdünk beléjük helyezni.